A Művelődési Minisztérium kész közvetíteni a dabassári iskolaháborúban. Felajánlotta segítségét a Váci püspök is. Az első békéltető tárgyalás azonban sikertelennek bizonyult, mivel az egyházi iskola igazgatója nem jelent meg a megbeszélésen. Fodor Gábor miniszter kérésére Báthori Zoltán államtitkár délután a dabassári polgármesteri hivatal elé érkezett, hogy a szocialista párti alpolgármesternek felajánlja, a minisztérium vállalja a békéltető szerepét. Az önkormányzat saját hatáskörében hozza meg a határozatait, de azért a felek közt szeretnénk közvetíteni, és hát arra kérlek, hogy szóljatok és jövünk. Föltétlenül szükségesnek látom a közreműködést is. Nagyon szépen köszönjük előre is. A világiskola igazgatója nem sokára meg is érkezett az idei első békéltető tárgyalásra, de az egyháziskola igazgatójára hiába vártak. Galajszki István távozóban meglehetősen szűk szavúan nyilatkozott. Megyek, mert az iskolába várnak, sietnem kell. Az alpolgármester és az iskolaigazgató arról akarják meggyőzni az egyházi igazgatót, hogy a tanév kezdésig adjanak át a világiskolának két tantermet, mondván, hogy ugyanannyi teremre a világiaknál, majdnem kétszer annyi tanuló jut, mint az egyháziaknál. Az alpolgármester ugyanakkor bejelentette, a jövő tanévtől a testület felfüggesztette az egyháziskola épület használati jogát. Augusztus 3-án rendkívüli ülésen a 352/95-ös számú határozatában jogi szakértő véleményére alapozva, ezt négy pontba összegezve, 1996. július 31-től megvonta a használati jogot. A felfüggesztett kisgazda polgármesterhez közel álló önkormányzati képviselők ugyan nem vettek részt a döntéshozatalban, de hangsúlyozták, hogy véleményük van a határozatról. Na, mi nekünk megvan a külön véleményünk, erről mi lenne? Ez egy 20 rondú kérdés ahhoz, hogy a kazlainkat fölgyújtják, ablakainkat beverik, minket éjszaka a polgármesterrel megtámadnak a volt MSZNP titkárok és a volt MSZNP-sek például választás idején. Az alpolgármester sem mulasztott el megjegyezni, hogy ők is kaptak életveszélyes fenyegetést. A képviselőtestület tagjait, személyesen engem is életveszélyesen megfenyegettek, ez ugyan nem aláír, de kézzel írt levél. Én a szükséges intézkedéseket megtettem. Bednárik Ferenc képviselő szerint a városban feszült a helyzet. Nem félő, hogy bármelyik pillanatban elszabadulhatnak az indulatok, elcsattan egy pofon, és ki tudja meg, hol áll meg az egész. A dabasári általános iskolát nappal már nem őrzik rendőrök, de éjszaka egy őrzővédő Kft. Emberei vigyáznak a nyugalomra. És most a legfontosabb hírek egy-egy mondatban. Több mint 100 000 ember menekül a Krajinából, a háború megtorló akciókkal folytatódik. Oroszország békéltető tárgyalásra hívta meg a harcban álló országok vezetőit. A magyar külügyminisztérium üdvözli a Moszkvába tervezett béketárgyalásokat. Cisziordániában zsidó telepesek ismét tiltakoztak a palesztin autonómia ellen. Az MSZP frakció aggódik, hogy a kormány késik a költségvetés előkészítésével. A felsőoktatási dolgozók szakszervezete átgondolatlannak tartja a kormány tandíj rendeletét. Már begördült Budapestre a Rolling Stones repülőgépe, az élő rock legenda Mick Jagger délelőtt még Prágában a cseh elnökkel Václav Havellel reggelizett, ma este pedig valószínűleg a budapesti Dunakorzó fényeit tekinti meg. Közben a holnapi koncertre gőzerővel folynak az előkészületek, a Népstadionban már áll a színpad, az utolsó simításokat végzik az év koncertjének előkészítésében. Jönnek. Prágában ébredtek, Václav Havellel reggeliztek, és megcsodálták a 2000 villanyégővel kivilágított dísztermet. Irigykedtek, és hiszen nekik csak 500 lámpájuk van. Csak egy kicsit nagyobbak. A Népstadionban napok óta épül a színpad, a díszlet, a világítás. Ezt a koncertet nem fogja elmosni az eső sem. No problem. You're gonna get wet, I'm gonna get wet, Mick Jagger's gonna get wet. Jake Berry menedzser szerint nincs az az eső, ami kárt tehetne a berendezésekben. Legfeljebb egy kiadós villámlás jelenthet veszélyt. But it's not gonna rain, is it? Is it gonna rain tomorrow? No? We're hoping not. Good. A Népstadion már majdnem kész. Már csak a Rolling Stones hiányzik, akik ma este meg is érkeztek Budapestre, de gyakorlottan megléptek a kamerák elől.
someday, babe, we got to meet. All it took, a stranger's glance, it got me hooked. I follow you across the stars. I look for you in city bars. Óra híreit látták, 25 percben a híradó valamennyi munkatársa nevében megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra. Holnap kezdetét veszi egy lényeges időjárás változás az ország területén. Jó estét kívánok! A kontinens északi részei felett összegyűlemlett hideg levegő holnap eléri a Kárpátok térségét, és mintegy 24 óra leforgása alatt lassan el is adja majd térségünket, megszünteti a kánikulai meleget. A front érkezése, illetve a lehűlési folyamat körülbelül a déli óráktól várható. És akkor most nézzük a mi előrejelzésünket. Az éjszaka folyamán változóan felhős lesz az ég, a Dunántúlon még egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A hajnali órák hőmérséklete magasnak mondható, 14 és 19 fok között alakul majd. Holnap napközben eleinte a Dunántúlon, majd később másutt is záporokra, zivatarokra kell számítani. A záporok, zivatarokat viharos széllökések, jéges és felhőszakadás méretű csapadék is követheti. A hőmérséklet a délutáni órákban a Dunántúlon úgy 25 fok körül lesz, a délkeleti részeken pedig 30 fok közelében. Holnap után, azaz szerdán, a front elvonulta után lényegesen gyengül majd a nappali felmelegedés, majd észak-észak-nyugat felől csökken a felhőzet. Köszönöm figyelmüket, további jó szórakozást! Jó napot kívánok! Engedje meg, hogy bemutassam cégünk fantasztikus termékét, a Schetz perc pillanatragasztót. Ragasztja a műanyagot, ragasztja a fémet, fogja a fát, sőt, a porcelánt is, s mindez Schetz perc alatt. Ez komolytalan. Mi a postatakaréklevelet ajánljuk önnek, melynek kamata havonta emelkedik, és a 12. hónapra eléri a 38%-ot. Tehát? Tehát postatakaréklevél. Komoly ajánlat, komoly haszon. Kedves nézőink! Vágó Istvánnal folytatódik a képjáték csütörtökön este 6:30 a TV1-en. Jó szórakozást! Kedves nézőink, két sorozatfilm egy-egy újabb epizódját láthatják ma este, valamint jelentkezik a Panoráma, a Külpolitikai Stúdió magazinja, a világpolitika friss és nem éppen szívderítő eseményeiről kínálva részletes tudósításokat. Tehát, folytatódik a Simlis és a Szende. Az amerikai tévéfilm sorozat mai epizódjában fény derül Dave, azaz Bruce Willis titkos múltjára, nevezetesen, hogy valaha volt egy felesége. És ez a hír a Bájos Sibyl Shepherdben, azaz Maddie-ben meglepő emóciókat vált ki. Most elbújsz az irodádba dühöngeni? Nem dühös vagyok rád, hanem utállak. Megvetlek, és egyszerűen rád se bírok nézni. A Simlis és a Szende mai epizódja 49 perc. Aztán 21 órakor jelentkezik a Panoráma, Kalmár György tájékoztatja önöket a mai témákról. Jó estét kívánok! Ma 9 órakor a TV1-en Panoráma, a horvát háborúról. Tudósítások, elemzések, háttér.
Horvátország, Krajina. Sakmat, Kninben. Dosszié. Volt egyszer egy Krajina. Horvát hadsereg. Az amerikai kapcsolat. Délszláv rendezés. Békítés Budapesten. Kis Jugoszlávia. Ki a legszerb? A viszontlátásra este 9-kor. A Panoráma kiadása után 21 óra 35 perckor folytatódik a Laura című olasz-spanyol filmsorozat. Ma a harmadik részt láthatják. A sorozat elején a szép párizsi fotósnő Mireille D'Arc alakítja, elhatározza, hogy megpróbálja kideríteni férje rejtélyes gyilkosait. Az első részben Portugáliába, második részben Brazíliába utazott, ma pedig Barcelonába utazik, hogy megpróbálja megtalálni a környezetszennyező maffia tagjait is. Tudja, igazán hízelgő számomra, hogy épp engem választott a riportjához. Érthető, maga egy igazi egyéniség. Valóban? Hát persze, ne szerénykedje. Tudom, hogy mennyi terve valósult meg Európa legkülönbözőbb pontjain. És Afrikában is. Afrikában? Igen, Afrikában. Nekem semmi közöm ahhoz az egészhez. Én csak megépítettem a falait annak a gyárnak, a többi nem érdekelt. Nem, ez hihetetlen. Tudta jól, miről van szó. És amikor a férjem is rájött, megölték. Persze, a férje. Nem ölte meg a világon senki a maga férjét. Legfeljebb az élet ölte meg. A férje nem tartotta be a játékszabályokat. Ha kedd, akkor kiskegyed. Jockey súlyos beteg. Tudósítás a kórházból. Próbáld ki mással, javasolta a férj. Ezzel a szelvénnyel már 100 000-et is nyerhet. Mindenkinek, önnek, s persze neked, kiskegyed! Adásunk végén a BBC világhírodója 23 óra 5 perckor, majd a képújság 23-25-kor jelentkezik és zárja a ma esti programot, amelyhez kellemes időtöltést kívánok. Rövid reklám után következik tehát a Simlis és a Szende következő epizódja.